Dombóvárnak minden oka megvan arra, hogy büszke legyen. Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes a Dombóvár városa avatásának 53. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen beszédében kiemelte, a város pénzügyi stabilitása elismerésre méltó. A dombóváriaknak legalább háromszoros okuk van arra, hogy büszkék legyenek arra, hogy dombóváriak, és ez egészséges lokálpatriotizmus töltse el őket. Részint a településnek a történelme, tehát azért itt olyan ihlet van a levegőben, hogy Tinódi Lantos Sebestyéntől kezdve I.S. Gyulán át Fekete Istvánig alkottak itt, vagy éltek itt, és a másik pedig az a fantasztikus teljesítmény, amit most nyújtott az önkormányzat, a pénzügyi stabilizációval, példaértékű beruházások, tehát valóban az önkormányzat, a megye és az állam együttműködése. A harmadik pedig a díjazottak, akikre valóban büszkék lehetnek a dombóváriak, hiszen olyan életutak, olyan teljesítményeket tettek le az asztalra, ami megtartó erőt jelent az egész közösség számára. Az ünnepség alkalmával Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy 2023 a beruházások éve lesz Dombováron, ami a település további fejlődését segíti elő. 1970. április 1-én, 53 évvel ezelőtt avatták várossá Dombovárt, és bár akkor még igazából nem volt egy városias település, de azóta minden olyan vívmányt sikerült elérni, és közösen ennek a közösségnek létrehoznia, amelyekkel egy városnak kell büszkélkednie. A település polgármestere Pintér Szilárd hangsúlyozta, az elmúlt években töretlenül azon dolgoztak, hogy a város méltó maradjon történelméhez. Biztos alapokat sikerült lerakni a település további fejlődése érdekében. Munkánk gyümölcseként 7 milliárd forint fog érkezni a városba az elkövetkezendő 4 évben. Városunk fejlődése már szemben is jól látható. Egyik nagy álmunk valósul meg azzal, hogy a város második legnagyobb járóbeteg ellátó intézményét a teljes körű felújítás követően a lakosság várhatóan szeptember 1-től újra birtokba veheti az Arany János téren. Az ünnepi beszédeket követően az évfordulós ünnepségen díszpolgári címet adtak át, és kitüntetésekkel ismerték el a fiatal tehetségeket, valamint a gazdaság szereplőit.